Az én életemben megtörténtek olyan változások, amelyekre nem gondoltunk. Pontosabban nem ismertünk gondolni realitásként. A sokoldalúan fejlett szocializmust építették már a szüleink is, majd nekünk is ez volt a pálya, mikor a 80-as évek Romániájában kirajzottunk az akkori élet diktátor dicsőítő valóságába. Egyszer csak elhelikopterezett Ceausescu, és kinyíltak számunkra is az örökre zártnak vélt országhatárok. Ez a legmarkánsabb és hozzánk legközelebb álló példa. A román parlamentben eldőlhetnek a Székelyföldet és Erdélyt lényegesen érintő kérdések? Vagy hol? Milyen nagyhatalmi laboratóriumban készül a jövő? Mi az mégis, ami rajtunk múlhat a jövőnket illetően? Autonómia, önrendelkezés, Székelyföld. Ismerősen hangzanak a fogalmak? Tudjuk-e, mit jelent esetünkben a Székelyföld önrendelkezése? Mit gondolunk az autonómiáról? Van, aki stigmatizálja a fogalmat, van, aki lelkesedik érte, és olyan is akad, akit nem érdekel, vagy éppen nem tudja, mi az. Ha nem is minden, de pár lényeges kérdés és válasz elhangzik a mai képzelt kávéházban, akkor is, ha kimeríteni nem tudjuk ezt a sokrétű témát. Na, szerintetek mi az autonómia, és mire jó nekünk? Számomra az autonómia nagyon fontos. Én szerintem ez egy gazdasági függetlenséget jelentene számunkra, és fejlődést abból a szempontból, hogy ezek a közpénzek, amiket mi itt beszedünk, nem Bukarestből osztódnának, hanem itt magunk között, és ettől szabadabbak lennénk és fejlődőképesebbek. Azt tudom, hogy valamiféle szabadsággal kapcsolatos, de hogy pontosan mire, azt nem tudom. Én szoktam olvasgatni róla a híreket, hogyha belefutok. Tudom nagyjából, hogy miről szól, mit akar mégis ez az autonómia, de én azért szoktam kerülni ezt a témát, mert hatalmas vitatárgy, hatalmas veszekedés szokott lenni belőle, hogy nem én ezt akarom, nem én ezt gondolom róla, úgyhogy én úgy próbálok nem belemászni még nagyon. Számomra a döntés, esély, ami mellett ki kellene állnunk, és amit még fontosnak tartok, hogy minket fiatalokat is beavassanak, mert úgy érzem, hogy ez inkább az idősebb korosztály, vagy a szüleink korosztálya, aki ezzel foglalkozik. Mi sem tájékoztatva nem vagyunk, sem foglalkoztatva, úgyhogy erre több hangsúlyt kellene fektetni, mert mégiscsak mi vagyunk a jövő nemzedéke. Én azt gondolom, hogy amivel igazából szembe kell nézni, az, hogy hogyan próbál a romániai magyar elit a román politikai rendszerbe integrálódni. A román politikai közösségbe hogyan történik a magyarság integrációja. Erre az okos kolozsvári politológusok, mint Kis Tamás, Székely István Gergő vagy Toró Tibor három modellt neveznek meg. Az egyik az egyéni integráció, ami a személyes alkuk révén zajlik. Azt gondolom, hogy Fazekas János vagy Domokos Géza ennek a tökéletes példája volt, de igazából a 90-es évek elejére ez ugye elfogyott ennek a lehetősége. A másik ilyen lehetőség a kollektív integráció, amikor szinte köztestületként jelenik meg a romániai magyarság a román politikai rendszerben, így a román politikai közösségen belül is, és erre volt példa 1921-22-ben a Magyar Szövetség kísérlete, amit azonnal fölismerte a román államvezetés, hogy ez egy párhuzamos társadalom és párhuzamos állami intézményrendszer építése, és kétszer is betiltott, tehát ez 22-re megszűnt. A két világháború közötti magyar politikai törekvések azok folyamatosan a emancipációra törekedtek, a sérelmek felszámolására, egyáltalán a politikai egyenrangúságra. A másik ilyen kollektív integráció az a Bánfi Miklós vezette magyar népközösséggel egy királyi diktatúra időszakában jelent meg, akkor is kollektíve, mint etnikai egység fogták föl a magyarságot. A második világháború után ilyen kollektív integráció igazából nem történt, pontosabban a Magyar Autonóm Tartomány, ami felülről szervezte meg, és lényegében nyelvi jogokba összesítette ezeket a kisebbségi követeléseket, ezt megjelenítette, tehát miközben a pártvezetés folyamatosan arról beszélt, általában 10 évenként elmondták, hogy a nemzetiségi kérdés megoldódott, azért Románia magyarságpolitikája
logikája folyamatosan változott. Na most a 90-es években szintén megjelenik ez a kollektív integráció igénye, ezek az autonómia törekvések. De ez a kollektív integráció nem megy. Az utóbbi 25 évnek ez a legfontosabb tapasztalata, hogy a romániai magyarság és az RMDSZ hihetetlen eredményeket ért el az oktatás ügyben, a nyelvhasználatban, tehát nagyon sok idáig elment, de igazából az intézmény hiányt nem tudta pótolni, mert a román etnopolitikai rezsim nem változott meg alapvetően ebben a dologban. A harmadik modell, ami valójában a gyakorlat volt a két világháború között is Bethlen György politikájában és Markó Béla politikájában a 90-es években, ez a szervezett, interetnikus, központosított, interetnikus alkuknak a folyamata, aminek azonban ugye az a lényege, hogy mindig egy konkrét célra köttetnek alkukat, és hát lényegében a magyar szavazatokra van szükség, már a két világháború között is, utána Romániának az euróatlanti integrációba szintén. Az RMDSZ volt a legbiztosabb etnikai szavazó csoport, hát illetve ezt követően is. A kérdés az, hogy a román politikai életben mennyire lesz tényező ez a szavazat szám, mennyire lesz tényező, meddig lesz tényező a romániai magyarság, addig lehet ezeket a szervezett központosított alkukat csinálni. Nem Barkó Béla kezdte el azt, hogy ezeknek az interetnikus alkuknak az ára az, hogy a magyar ügyeket nem lehet nemzetközi szintére kivinni, illetve az autonómiát nem tematizáljuk, vagy igazából nem a koalíciós meg az interetnikus alkuknak a tárgya. Ez már a két világháború között is így volt. Lényegében a 20-as évekig a Népszövetséghez nem adott be az Országos Magyar Párt panaszt. Végig abba bíztak, hogy majd jön a Parasztpárt, és majd Maniuékkal meg lehet egyezni. Ez a 20-as évek végére kiderült, hogy nem megy. Ugyanúgy a székely autonómia tematizálása is csak a 30-as években kezdődött el, belső okokból kifolyólag, illetve éppen emiatt az interetnikus alkuk miatt. A társadalomkutató, a politológus szempontjából azt lehet elmondani, hogy az erdélyi magyarságot jelenleg akkora aszimetriák sújtják. Értjük alatta például azt, hogy az asszimiláció, mondjuk vegyes házasságnak mi a kimenetele, de beszélhetnék az oktatási rendszerben vagy a nyelvhasználatban jelenlevő asszimetriákról is. Hát akkorák ezek az asszimetriák, hogy autonómia nélkül én úgy gondolom, hogy ezek a tendenciák csak egyre rosszabbak lesznek, és hosszú távon egyre csak mélyülni fog ez az asszimetria, ez a különbség, ez a hátrány. Nem kell ahhoz mélyen hívő, turulmadarral ébredő, nemzetét szerető magyarnak lenni, hogyha az ember bekanyarodik Balavásárnál, és úgy érzi, hogy hazaérkezett, vagy van egy otthonosság érzete, amikor a Székelyföldre érkezik. Mert ugye a Székelyföldön a 90-es évek végére világossá vált, hogy az ottani kisebbségi elit a romániai magyar nemzeti mozgalmon belül egy magyar dominanciájú régió kialakítására törekszik. Tehát, hogy én, mint a romániai magyar politikai közösségnek nem tagja, egy szaktörténész vagyok, és nekem az a dolgom, hogy tegyük föl a két világháború közötti 50-60 ilyen tervezetet nyilvánosságra hozzam, földolgozzam, csináljak olyan adatbázisokat, ahol ezt a kérdést lehet tanulmányozni. Tehát én ebben az ügyben azt gondolom, hogy én próbálom a magamét megtenni, de hogyha most Veronika egy ilyen kulcsmondatra vágyna, akkor megint egy kolozsvári társadalomkutatót kell idéznem, Lőrinc Józsefet, aki egyszer egy előadásában azt mondta, hogy társadalomszervezés lehet csinálni autonómia nélkül is, de autonómia nincs társadalomszervezés nélkül. Az, hogy létezik egy közösség igény, ez nyilvánvaló. Tehát szerveztünk volt a népszavazást ugye 2007-2008-ban, és egyértelműen kiderült, hogy az emberek akarják, és azért akarják, mert tudják, hogy ez jó lenne nekik. És ezzel a ponton nyilván a politikusok nem tehetnek mást, mint hogy ehhez csatlakoznak, és maguk is ezt hangoztatják. Én nem mondom azt, hogy nem gondolják komolyan. Sokkal inkább azt gondolom, hogy sokszor és sokan nem hisznek benne igazán. A Székely Nemzeti Tanács egyetlen egy
feladatot vállalt fel, és erre kapott meghatalmazást 15 évvel ezelőtt, amikor újjá alakult tulajdonképpen. Ez Székelyföld autonómiájának a közképviselete. Egészen addig, amíg Székelyföld autonómiával nem rendelkezik, nekünk kell betölteni a székely parlament szerepét is. Tehát a székelység, a székely nép jogát, szuverén jogát az önrendelkezésre, ezt jelenítjük meg. És az elmúlt 15 évben azért sikerült, hogyha nem is elérni a végső célt, de pár nagyon fontos dolgot sikerült elérni. Hogyan sikerült a magyarok fele kommunikálni ezt a feladatot és ezt a szerepet, és hogyan a románok fele? Azt kell mondanom, hogy ráhangolódtunk arra az elvárásra, ami a székely közösségben létezett, hiszen az a rendkívül gyors reakció, amilyen sebességgel elfogadták a székely zászlót, amilyen gyorsasággal elterjedt Székelyföldön, másként nem lehet magyarázni. Tehát ennek a jelképnek az elfogadása szorosan összefonódott egy jövőképpel, amelyet a Székely Nemzeti Tanács autonómia statutuma ír le. De igen. A románság kérdésében pedig ott ragaszkodunk ahhoz, hogy a székely nép a többséggel az egyetlen fórum, ahol párbeszédet folytathat, az a román törvényhozás, amely egyben a társadalmi párbeszéd legfelső fóruma is. Egy autonómiára törekvő közösség és a többség között a párbeszédnek egy méltó fóruma van, az az ország törvényhozása. Amikor mi letesszük a törvényhozás asztalára az autonómia statutumot, az egyben a párbeszéd kezdeményezése is. Íme itt van, ezek a célok, amelyet megfogalmaztunk, a székelység ezt akarja. Innen kezdődhet a párbeszéd. Nem vagyunk politikai párt. Tehát mi megfogalmazunk egy célt, de a közösségen belül bárki jogosult tenni érte, akár azzal, hogy kitűz egy székely zászlót, akár hogy beterjeszti a parlament elé a Székely Nemzeti Tanács autonómia statutumát. Tehát maga a közösség cselekszik az autonómiáért. Még a Magyar Polgári Párt, mikor 2008-ban létrejött, azt mondta, hogy be kell nyújtani a román parlamentbe Székelyföld autonómia statutumát. A kampányban 2016. decemberében is azt mondtam, ha az Isten éltet is, bejutok Bukarestbe a parlamentbe, akkor be fogom nyújtani. És én ígéretemnek eleget tettem, becsületbeli ügynek tartom, elvárta a nép, elvárta Székelyföldnek a szavazópolgára, ezért benyújtottam. Én ezt értem, hogy becsületbeli ügy képviselő úr, és hogy megígérte a választóinak, bárcsak mindenki betartaná, amit ígér a kampányban, de azért most mégis meg kell kérdeznem, hogy mennyire alkalmas ez az időszak a Románia parlamentje, mennyire felkészült egy ilyen kezdeményezésnek a tárgyalására? Én azt gondolom, hogy a statutumnak a benyújtása és az autonómiáról való tárgyalás az időszerű. Időszerű volt eddig is, időszerű ma is, és időszerű lesz holnap is, mindaddig, ameddig elérjük az autonómiát. Úgyhogy ha nem tárgyalunk róla, akkor nem fogják tudni, mit akarunk. Nem azt kell nézni, hogy kinek mi tetszik, hanem azt kell nézni, hogy mi mit akarunk. Kompatibilis a román jogrenddel ez a statutum tervezet? Az én olvasatomban igen. A románok olvasatában nem, de talán ezért jó, hogy be van nyújtva, legyen vita, de én azt várom el, és azt remélem, hogy egy normális párbeszéd fog folyni, ahol el tudja mindenki mondani a saját érveit, el tudja mondani a gondolatait, az akaratát, és talán így tudunk előrelépni. Van-e kommunikáció egyáltalán a választók felé, akár a román, akár a magyar választók felé? Igen, a magyar sajtóban megjelent, hogy hozzá lehet szólni a statutumhoz. Nem tudom, és nem tudjuk jelenleg, hogy akkor kik szóltak hozzá és mennyien, de azt láttuk, hogy van több hozzászólás. Én remélem, hogy magyarok, székely emberek hozzászóltak, elmondták a véleményüket, de azt is remélem, hogy a román polgártársaink is elmondták a véleményüket, mert talán nem tudják, miről van szó, érdeklődnek,
kifejtik véleményüket, ez egy jó dolog, ez le fog zárulni, meg fogjuk látni, hogy mi történik, és innen megyünk tovább. A benyújtott kezdeményezésének mi a jövője, tehát meddig lehet hozzászólni, és mi a következő lépés? A hozzászólás az március 6-án lejár, utána az állandó bűró el fogja dönteni, hogy akkor melyik az a határidő, ameddig a bizottságokba, majd végszavazásra kerül a statutum, és ez lesz a sorsa, a képviselőházban van, majd utána a szenátusba fog kerülni. Miért egyéni kezdeményezésként nyújtotta be Terza képviselő úr? Ez a statutum tervezet alkalmas politikai vitára? Nézze, ezt már többször elmondtam, mi úgy gondoljuk, hogy ebben az évben ez a statutum, ahogyan megvan írva, hogy jogilag nem fér be a mostani alkotmánysági rendszerbe, ezért nem a leghatékonyabb. De ha már helyzet van, akkor mi a helyzet elől nem szoktunk elbújni, és azt mondtuk, ez az RMDSZ frakciójába belétetődik a Magyar Polgári Párt és az RMDSZ-es tagokat is, hogy ezt a vitátok ki fogjuk használni erre. Mégis van az RMDSZ-nek saját tervezete, azt esetleg benyújtják, vagy? Van egy saját tervezetünk, amelyet a Magyar Polgári Párttal együtt dolgoztunk ki, és tudjuk nagyon jó, hogy annak a tervezetnek az émésítésére az első fázis az az, hogy a román alkotmányban legalább két cikket át kell írni, és nem azokat a cikkeket, amely a Románia egységes államrendszeréről szól, hanem azokat a cikkeket, amelyek megjelölik, hogy a Románia települések megyékre van lebontva, felépítve. Meg kell vezetni azt az új közigazgatási fogalmat, ami az autonóm rendszereket jelenti, és ezt meg kell tegyük. Ezt azért kell megtegyük, hogy akkor azt a fajta autonómia rendszert, amely a dél-tiroli példára van lemodellezve, azt lehessen törvényi szinten is képviselni a parlamentben. Ez egy hosszú út, mert a jelen pillanatban azt látjuk, hogy nincsen alkotmányossági szándék Romániában, tehát nincs megnyílva ez a kapu. Valahogy túl kellene lépni ezen a felemás magatartáson. Ugyanis egyfelől próbálják a potenciális bukaresti partnereket arról biztatni, hogy ők távol tartják az autonómiától magukat, és ezért lehetséges jó koalíciós partnerek a kormányban. Másrészt szükségük van a szavazatokra is. De ezt a kettős játékot azért nem lehet folytatni, mert például a három pártnak az autonómia párti nyilatkozata az eljutott a román partnerekhez is. Tehát sokkal egyszerűbb és megbízhatóbb az egyenes út. Elmondani világosan, tisztán, hogy mit akarunk. Megértetni, hogy az nem tartalmaz fenyegetést. Tehát ez a kettős magatartás inkább ez az, ami bizalmatlanságot kelt, amely inkább félelmet kelt, mert megkérdezi az ember, hogy ezek félnek attól, amit akarnak, akkor nekünk is talán félnünk kell. Csak is a párbeszéd útján tudjuk tisztázni azt, hogy azok a állítólagos félelmek, amelyeket megfogalmaznak Románia területi integritására vonatkozólag, ezeket nyugodtan lehet ilyen mondva csinált és álfélelmeknek is nevezni, hiszen éppen a Magyar Autonóm Tartomány végleges felszámolására emlékezhettünk február 16-án, és a Magyar Autonóm Tartomány létezése gyakorlatilag Székelyföld területén nem fenyegette 16 év alatt semmilyen módon Romániát. Tehát az a tény, hogy Románia alkotmánya akkor elismerte, hogy Románia elismeri a magyarság jogát a területi adminisztratív autonómiához, azokon a területeken, ahhoz az egy tömbben él, azaz a székely rajonokban. Tulajdonképpen az, amit az Európa Tanács kínál az általa elfogadott dokumentumokon keresztül, melyek közül többet Románia ratifikált is. Tehát kezdve a helye utómbja Európai Kartától, befejezve a kisebbségi és regionális nyelvek Európai Kartával, ezeket Románia ratifikálta, vállalta, hogy betartja. Már pedig ezek olyan előírásokat tartalmaztak, amelyek nyilvánvalóvá teszik, hogy amennyiben lesz itt egy közigazgatási átszervezés, azt nem lehet másképp csinálni, annak során muszáj létrehozni egy Székelyföldöt, lefődő régiót.
Ugyanakkor az sem lényegtelen kérdés, és fontos tudni, hogy Románia vállalta egy nem kötelező dokumentumnak a betartását is akkor, amikor 93-ban fölvették az Európa Tanácsba. Tehát olvasható abban az Európa Tanácsi véleményben, amely a fölvételről szólt, hogy Meneskanu külügyminiszter, aki akkor szintén külügyminiszter volt, írásban vállalta, hogy Románia a kisebbségi politikát az 1201-es ajánlásra fogja alapozni, mert pedig ennek a 11. cikkelye világosan kimondja, ott, ahol erre igény van, és egy kisebbség helyi többséget alkot, ennek joga van, sajátos jogállását egy helyi regionális kormányzásra. Románia maga vállalta, ezt be fogja tartani, tehát ha neki fog átszervezni az országot, és előbb-utóbb csak szükség lesz erre, akkor kénytelen lesz ezt figyelembe venni. Ezért gondolom azt, hogy egy lehetséges út, egy jó konkrét lehetőség az, hogy ezekre a dokumentumokra alapozva közelítsük meg azt, hogy hogyan és mikor lesz autonómia a Székelyföldön. Hogyha nem megfelelő emberek kerülnek oda, és nem becsületes emberek, és nem ügyszerető emberek, és nem rátermett emberek, már pedig ebből ugye kevés van, akkor megfojtják az ügyet, és rosszabb lehet, mint autonómia nélkül. Én meg vagyok győződő arról, hogy a kis királyoknak az ellensége nem egy nagyobb király, egy föléjük helyezett uralkodó, hanem a törvény. És Székelyföld autonómia statutuma, és mindaz, amit az autonómia statutum tartalmaz, az arról szól, hogy egy törvényekre épülő rendet akarunk Székelyföldön. Kis királyok nélkül rendet, törvényes rendet. És ebben a székelységnek hagyománya van. Tehát a rendtartó székelyfalu az egy példa a székely autonómia előtt, amit nem kis királyok irányítottak, hanem a székely közösség, a székely falu közösségek irányították a maguk életét. Csak ezek a közösségek sajnos szétverődtek és szétlettek verve egy adott pillanatban, ami nem egy pillanat volt, hanem egy fél évszázad, és úgy hívták, hogy kommunizmus. Én bízom abban, hogy ez nem egy befejezett dolog. Tehát sokat ártott a kommunizmus, de ezek a hagyományok sok településen túlélték a kommunizmust. A gond az, hogy a fejekben, elnök úr, óriási káosz van. Tehát az erdélyi emberek, székelyek, magyarok, ahogy akarjuk, úgy nevezzük őket, nagyon sokan nem tudják, hogy mi az, hogy autonómia. Nem tudjuk, annyit se kommunikálunk, vagy kommunikálnak a politikusok konkrétan, hogy ez területi autonómia. De mit jelent a területi autonómia? Hogy az nem határmódosítással jár. Még komoly erőfeszítéseket tettünk, hogy ezeket a kérdéseket tisztázzuk. Népszerűsítő kiadványt adtunk ki, autonómia szótárt adtunk ki, amelyben rendre próbáltuk tisztázni a területi autonómia kérdését. Az egyszerű meghatározásokat, kezdve azzal, hogy egy olyan közigazgatási egységről beszélünk, amelynek a központi hatalom többlethatásköröket ad át, hogy a regionális szintű ügyeket intézhesse. Folytatva azzal, hogy a területi autonómia az adott területen élő népesség egészét érinti, abból mindenki, annak az előnyeiből mindenki egyformán részesül, és részt vesz a demokrácia elvei alapján annak az irányításában. Tehát semmiképpen nem nevezhető etnikai alapú autonómiának. Hogyha szóba kerül az etnikai kifejezés, akkor igen, ki kell mondani, hogy a közigazgatási határ kijelölésénél ott fontos dolog az etnikai kritérium figyelembevétele, de ezt különben a mostani hatályos 2/1968-as törvény, amely a megye határokat szabályozza, az is tartalmazza, mint kritériumot. A megye határokat úgy kell kialakítani, figyelembe véve a gazdasági, társadalmi kritériumok mellett az etnikai kritériumokat és a lakosság kulturális kapcsolatait. Szerintetek tehát most itt említetted az SZNT-t és azt, hogy székelyföldi autonómia statútum. Nos, hát ez most történetesen ott van a parlament előtt, Kulcsár Terza József benyújtotta. Szerintetek ez a lépés, ez hozzá fog járulni ahhoz, hogy közelebb kerüljünk az autonómia megvalósításához? Van egy vita közöttünk. Ugye, hogy azban van több
autonómia, statútum, mit kezdünk ezekkel? A Székely Nemzeti Tanács autonómia statutum, ha jól számolom, harmadszor került benyújtásra. Többnyire napirendre se vették. Az RMDSZ-nek pedig az az álláspontja, hogy akkor kell egy statutumot benyújtani, amikor legalább érdemi vitát lehet róla fogadni. Nem gondoljuk azt, hogy a közeljövőben sikerül egy többséget kialakítani az autonómia statutumok mellett, de legalább az fontos lenne, hogy legyen egy olyan politikai aktor a román parlamentben, vagy akár egy-két olyan személy, aki partner abban, hogy a parlament nyilvánossága előtt beszéljünk ezekről a kérdésről. Úgy gondolod, hogy ez a statútum tervezet erre nem alkalmas? Én úgy gondolom, hogy a politikai helyzet nem alkalmas. Bármelyik statutum tervezet alkalmas arra, hogy arról érdemi vitát folytassunk, és amely bizonyos alapelvek mentén diskurzus folytasson az erdélyi magyarság jövőjéről. Az alapkérdés az, milyen formában kívánunk integrálódni Romániában. Természetesen ugye erre a válasz az elmúlt 27 évben az, hogy közösségként, illetve milyen jogosítványokkal, milyen feltételek mellett látjuk biztosítva az erdélyi magyarok identitásának megérzését és továbbadását. Ezekről a feltételekről kellene beszélni, ezeket a feltételeket mi az autonómia feltételrendszerében látjuk megvalósíthatónak, és mint mondottam, nem látjuk most politikai szempontból alkalmasnak ezt a pillanatot, hogy értelmes párbeszédet folytassunk erről a kérdésről. Én azt hiszem, hogy az RMDSZ értelmezésben soha nem jön el az a pillanat, ami alkalmas lenne, hogy az autonómiáról érdemi vitát folytassunk, mert igazából a román közösség, vagy a román politikai elit sem akar erről érdemi vitát folytatni magától. Ha az RMDSZ a dél-tiroli modellt követi, márpedig az RMDSZ és az MPP által kidolgozott statutum számára ez volt a modell, akkor azt hiszem, hogy nem csak a magát, a keretet kell átvenni, hanem át kell venni azt a módszertant is, ahogyan a Dél-Tirolban több évtizedes politikai csaták után sikerült elfogadtatni ezt a statutumot. Ezt látom a hiányzónak jelen esetben, és ha azt várjuk, hogy jön el az alkalmas pillanat, akkor azt hiszem, hogy az nem fog soha eljönni. Tehát én ebből a szempontból minden olyan kezdeményezést, így a mi kezdeményezésünket 2004-ben, vagy akár a 2006-ban a megismételt székelyföldi autonómia statutum kezdeményezést. De a kulcsát ez a képviselő által benyújtott kezdeményezést is hasznosnak tartom, abból a szempontból, hogy a kérdést napirenden tartsuk. És mutassuk fel azt, hogy hiszünk ebben. A probléma az, hogy az elmúlt 25 esztendőben az RMDSZ sokszor megfordult kormányon vagy kormány közelben, de igazából egyszer sem emlékszem arra, hogy ezt a kérdést feltételként, koalíciós feltételként szabta volna. Egyszer sem emlékszem arra, hogy erről vita folyt volna akkor, amikor éles helyzetek voltak. És itt a probléma, hogy elveszett a hit, nem hisz már senki ebben. Maguk a politikusok, hogy nem hisznek, az egy dolog, de a legfontosabb az lenne, ők mutatnák fel ezt a hitet, és a közösség jönne utána. Én azt látom, hogy egyetértés van köztetek abban, hogy hát baj van, lehetne jobban is csinálni. Mind a két oldal finoman mondogatja, hogy hát a mi statútumtervezetünk jobb, mint a másik oldalé. Hogyan lehetne ezeket összefésülni? Hogyan lehetne közelíteni az álláspontokat? Én szerintem ebben a fázisában a dolognak teljesen mindegy, hogy mi van a két statútumban. Mert nem jutottunk el oda, hogy a statutumról érdemi vitát folytassunk, tehát igazából, ami ott van az asztalon, arról kell beszélni. Egymás közt vagy a románokkal? Én először a saját társadalmunkkal és a románokkal. Most ott van egy alkalom, a parlament asztalán van egy statutum. Én azt várom el az RMDSZ képviselőitől és az MPP képviselőitől, hogy a tudásuk legjobbja szerint képviseljék az autonómia ügyét, független attól, hogy ők egyetértenek vagy nem értenek egyet. Amúgy a legnagyobb különbség a két statutum között az, hogy az egyik alkotmánymódosítást igényel, a másik pedig nem feltétlenül. Az alkotmánymódosítást igénylő statutumot csak akkor lehet napirendre tűzni, amikor az alkotmánymódosítás napirenden van. Tehát én azt látom, hogy taktikailag az RMDSZ kitolta a bizonytalan jövőbe a beszélést egyáltalán erről.
És ha már valóban komplementer tevékenységet végzünk a kis statutum ebből a szempontból, jól kiegészíti egymást, mert egészen addig, ameddig alkotmány módosítás nem kerül napirendre, a székelyföldi, az SZNT autonómia statutum már a nagyon jó vitákat lehet folytatni, még akkor is, ha nem értünk fel a szakmailag egyet, ha nem elég pontos, nem elég rigorózus. Viszont ott van az a paradoxon is, hogy az a statutum tervezet van a parlament előtt, amelyik alkotmánymódosítást igényelne, míg az RMDSZ-nek az immár említett 2014-es tervezetét végül nem nyújtották be. Nem. A székelyföldi az SZNT autonómia statutuma nem igényel alkotmánymódosítást, annak van, legfeljebb vitát lehet folytatni arról, hogy belefér vagy nem fér bele. Én tudom, hogy ezzel mosolyogsz, de az RMDSZ statutuma, a déltörő statutum az egyértelműen alkotmánymódosításba gondolkodik, annak egy függeléke. Az SZNT-t legalább meg lehet védeni az alkotmánynak az egyik cikkeire hivatkozva, érdemi vitát lehet erről folytatni. Tehát azért látom én komplementernek a kettőt, és ha már van egy elvi megállapodás, akkor e felé kéne haladni a cselekvési tervekben, hogy a kettő egészítse ki egymást, és főleg ebben a fázisában a történetnek. Jött, először pontosítanék, ugye Tibi azt mondta, hogy az RMDSZ szerint soha nincs itt az idő arról, hogy az autonómiáról beszéljünk, vagy cselekedjünk ennek érdekében. Ilyen szempontból az RMDSZ nem kellett volna benyújtsa 2005-ben azt a kisebbségi törvénytervezetet, aminek egy autonómia fejezete is van. Vagy ezek szerint be se nyújtotta, hogyha jobban tudom. Nem, nincs autonómia fejezete igazából, ez a probléma ezzel, hogyha már megemlítetted, az az autonómia fejezet, amit autonómiának neveznek. Jó, figyeljetek, próbáljunk a székelyföldinél maradni, mert az egy kulturális autonómia. Ugyanakkor azért emlékezzünk vissza, hogy Tamás Sándor és Antal Árpád még parlamenti képviselőként majdnem egy éven keresztül napirend előtti hozzászólással ismertetett egy-egy nyugat-európai autonómia típust. Tehát az az állítás, miszerint az RMDSZ nem tematizálja az autonómia kérdését, ezt így azért nem tartom egy valós állításnak. De azt valós állításnak tartod, hogy soha egy feltételt ki nem szabott, amikor koalíciós megállapodások voltak napirenden? Az, hogy mit lehet és mit nem lehet 6%-kal feltételként szabni egy parlamenti többség számára, azról azért megint érdemes vitát folytatni. Ugye mi azt tudjuk, hogy milyen feltételeket sikerült kialakítani a különböző kormányzati részvétel kapcsán, és arról azért csak feltételezéseink vannak, hogy mit szabott az RMDSZ feltételként. Tehát azt az értelmezést... Kicsivel többet tudunk azért, hogy feltételezéseket is, mert ott voltunk mind a ketten, akkor, amikor alakultak ezek a tárgyalások. Tehát én úgy értettem, hogy az RMDSZ az, amelyik megpróbál idomulni az alkotmányhoz, az SZNT pedig egy... Számomra inkább egy szándéknyilatkozat, hogyan képzeljük el mi a jövőt egy autonóm székelyföldön. Az RMDSZ egyáltalán nem próbál idomulni az alkotmányhoz, hanem kijelentette azt, hogy ehhez alkotmánymódosítás kell. De azt azért állapítsuk meg, hogy az RMDSZ bevallottan alkotmánymódosításhoz köti a statutum tervezetét, az SZNT pedig jól vagy rosszul, de talált egy alkotmányos támpontot, ez az alkotmánynak a 117. cikkelye, amikor egy országos közigazgatási hatóságként képzeli el a székelyföldi autonómia intézményét. Erre lehet vitatkozni, és érdemes is vitatkozni rajta, de ahhoz, hogy az autonómia kérdéséről vitatkozunk, és közelebb vigyük a román társadalom és a román politika elithez, ahhoz alkalmas egy ilyen támpont. Ezt akarom mondani. Tudom, hogy vérzik a történet, tudom, de ahhoz, hogy napirenden tartsuk az alkotmánymódosítás előtti fázisban ahhoz az SZNT-je alkalmasabb, mint az RMDSZ-nek a statutuma. Az RMDSZ miért nem nyújtotta be a 2014-es statutumát, illetve nem paradox kicsit az a helyzet, hogy Kulcsár Terza József nyújtja be RMDSZ frakció tagként, és nem az RMDSZ? Valóban, az RMDSZ azért nem nyújtotta be az autonómia törvénytervezetét, mert, mint mondottam, arra következtetése jutottunk, hogy legalább egy autonómiáról való vita lefolytatására alkalmas kell legyen a parlamenti közeg. Tehát ugye az előbb is mondtam, tehát
nem gondoljuk azt, hogy rövid távon parlamenti többséget tudunk kialakítani az autonómia tervezete köré, de akkor szeretnénk benyújtani, amikor legalább egy politikai szervezet, vagy akár egy-két parlamenti képviselő, szenátor, partner abban a román többség részéről, hogy értelmes vitát folytassunk erről a kérdésről. Hogyan lehetne ebből a patthelyzetből kimászni? Tehát gondolom az egyiketek számára sem megoldás, hogy várjuk, hogy majd módosul a román alkotmány, illetve hogy majd addig, ameddig egy kedvező parlamenti matematika ki nem alakul, addig ne tegyünk semmit ebben az ügyben. Más síkokon is lehet tenni ezt, az például társadalmi síkon, az autonómia mozgalom síkján, tehát azon, hogy legyen egyfajta mobilizáció, úgymond ne jussunk oda, hogy a közösség úgy érzi, hogy ez már csak egy üres kampányszlogen. Ezen a téren szerintetek mit lehet tenni, mit kell tenni, Tibi? Tehát a hárompárti elvi autonómia nyilatkozat tulajdonképpen megteremtette annak a keretét, hogy most már lehessen a közös akciókról is beszélni, akár a munkamegosztás egyébben is. Az erdélyi magyarok önrendelkezésének dolgában, tehát az autonómia kérdésében van egy hárompárti konszenzus. Januárban aláírtak Kolozsváron a pártelnökök egy konszenzust. Várható-e ebben a kérdésben valami előrelépés? A kolozsvári nyilatkozatnak, állásfoglalásnak van három fontos eleme. Székelyföld, Partium és Közép-Erdély vagy Szlovák-Magyarországnak jogintézményrendszereket építeni. Jelen pillanatban semmilyen alkotmánysági ellenkezés nem állhat fenn azért, hogy az általános szlovák-magyarokat összefogó kulturális oktatási intézményrendszer fejlesztésre autonómi rendszereket építsünk fel, a kisebbségi törvény története, ugye, és az utolsó Európa tanácsi szakértő jelentés a kisebbségi keretegyezmény mentén pont erről beszél, hogy a kisebbségi törvényt el kell fogadni. Szóval az, hogy minden hónapban tudunk ezért tenni, ennek a sávszélessége megvan. Az, hogy a nagy kérdésben, ami a területi autonómia rendszerről szól, ami egy átfogó közigazgatási egységként jelenik meg, arról nehéz azt mondani, hogy holnap már van egy másik megoldás, pont azért, mert beszélgettünk, mert ennek van egy nagyon erős alkotmánysági vonzata. Viszont lesz folytatása, mert hát ezért ült le a három politikai alakulat, hogy egyfelől összehozza a véleményeket, és tudja azt, hogy mindenki ebben az ügyben cselekszik, akkor ennek a három nagyon fontos politikusnak a mentén cselekedjen. Képviselő úr, nem tart attól a politikum, hogy kiüresedik a tartalom emellől a fogalom mellől, hogy autonómia? Ha az autonómiát az idealizmus szintjén tartjuk, és nem próbáljuk lebontani törvényről törvényre egy-egy pontszerű történetre, ami hozzásegít a már globálisan autonómia rendszernek épülő különböző elemeihez, akkor én azt gondolom, hogy kiürül. Viszont ha azokat a törvényeket, amelyeket megmódosítunk, ami szorosan kötődik az utási rendszerhez, kulturális intézmények rendszeréhez, a decentralizációhoz, hogyha ezeket a puzzle-be betesszük, akkor azt gondolom, hogy nem tud tartalom nélkül maradni. Az emberek kell lássák azt, hogy minden egyes döntés, amelyet képesek vagyunk helyszinten meghozni, az már egy alapköve annak, hogy legyen egy autonómia rendszere, és ezt életben kell tartani. Lehet-e az ügyet, az autonómia ügyét sikeresen képviselni akkor, ha az RMDS felvállalt módon támogatja a román kormányokat? Hát itt a kérdés az, hogy mi az alkú ára. Tehát, hogy míg a szlovákiai kormánykoalíciós megállapodásokban tételesen szó volt erről a dologról, ez a román-magyar dílekben a 90-es évek második felétől kezdve hallgatólagosan volt jelen, ahogy a nemzetközi részvétel is. Ugye itt a nagy kérdés, hogy lehet-e új fejezetet nyitni ebben az ügyben 2010 után, Markó Béla távozása után. De én azt gondolom, hogy a kulcskérdés ebben az ügyben az, hogy
2010 és a magyar állampolgárság révén létrejött új helyzetben mennyiben marad meg önálló közösségnek a romániai magyar politikai közösség. Tehát én ezt látom, tehát hogy lehet arról beszélni, hogy milyen alkukat köt az RMDSZ a mindenkori kormánypárttal, csak hogy hogyan köti, hogy igazából önálló politikai közösség marad ez a közösség, Bukarestnek mennyire fontosak ezek az alkuk, milyen forrásokhoz juthat hozzá ez a romániai magyar politikai elit Bukarestből vagy Budapestről, és hogyan tudja a maga entitását kialakítani. Tehát, hogy lehet ezen sokat tipródni, de ki kell mondani, itt arról van szó, hogy önálló politikai közösség marad-e a romániai magyar közösség. Ez egy dilemma kétségtelen az a RMDSZ politikusainak, mert hogy azáltal, hogy ott vannak, kétségtelen érnek el kisebb eredményeket is. Ellenben ez is egyfajta közhely, hogy nem lenne szabad, és nem szabad néhány kilométer útért, aszfaltozásért magát a távlati és a mindent megoldó célt feladni. Tehát egyszerűen számolni kell én szerintem azzal, hogy amennyiben nem vagyok a hatalom közelében, akkor az hátrányokkal is jár a közösségem számára, ellenben hosszú távú célt kellene nézni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy van egy más mód is ezeket a kisebb engedményeket kiharcolni, és pedig egyszerűen az, hogy folyamatosan mondom hangosan, hogy engem diszkriminálnak. Ami így is van, ugyanúgy. Tehát abban a pillanatban nem vagyok benne a kormányban, és ezért nem kap egy székelyföldi vidék kormánytámogatást, akkor erre az a reakcióm, hogy elmondom, hogy minket diszkriminálnak, mert né, és ez kimutatható számokkal, ide adnak, oda pedig nem adnak. Addig nincs értelme autonómiáról beszélni, még nem tudjuk, hogy ott aztán milyen társadalompolitikát akarunk. Mennyiben különbözik ma Hargita megye vagy Kovászna megyének a működése egy román megye működésétől. Különbözik egyébként, de hogy miben? Tehát ezek az igazi kérdések, hogy akkor mit is tudtunk eddig ebből megvalósítani? Kik fogják ezt csinálni? Milyen habitussal rendelkező politikusok ezek? Kik lesznek azok a figurák? Tehát, hogy autonómia tervet nem azt mondom, hogy habkönyv csinálni, de hát az egy dolog, egy policy-nek az elkészítése, és teljesen más dolog nap mint nap egy szakigazgatást vezetni. És ebben ugye én a kiinduló pontnak az etnikai megszólítatást látom. Tehát, hogyha a romániai magyar társadalom tagjait döntően magyarországi médián keresztül szólítják meg Magyarországról, és az a politikai diskurzus lesz a meghatározó és hegemón az itteni világban, lásd a migráns ügyekben, hogy gyakorlatilag az erdélyi magyar közvélemény hogy viszonyul ehhez, és ezt alapvetően a magyarországi média határozza meg, akkor nincs remény ebben a dologban. Tehát itt a média munkások felelőssége például az, hogy ma nincs olyan romániai magyar média fórum, ami mértékadóan egy erdélyi véleményt jelenítene meg, vagy letárgyalná igazából ezeket a véleményeket, hanem hát döntően a romániai magyarság egy magyarországi médián, vagy egy magyarországi tulajdonú médián keresztül jut a saját társadalmáról is információkhoz. Vannak gondok olyan téren, hogy miképpen kommunikálnak a politikusok mind a magyar, mind a román fél irányába. Tehát egyrészt úgy gondolom, hogy a románoknak világosan el kell mondani, hogy mi az, és el kéne tudni mondani, miközben azért tegyük hozzá azt is, hogy úgy gondolom, hogy a román politikusok pontosan tudják, hogy mi ez. Ők tulajdonképpen nem azért ózkodnak tőle, mert attól félnek, hogy Erdélyt vagy Székelyföldet Magyarországhoz fogjuk csatolni. Az ő ózkodások sokkal inkább annak szól, hogy az ország többi régiói is fölébrednek és elkezdenek a központtól minél nagyobb függetlenséget követelni, ami a bukaresti politikusnak ugye a halálát jelenti. Ugyanakkor magyar irányba az volt a gond hosszú éveken keresztül, hogy az RMDSZ demobilizált. Folyamatosan azt kommunikálta az emberekkel, hogy otthon kell ülni, majd mi Bukarestben megoldjuk, miközben látjuk, hogy ez nem működik. És ebből a szempontból fontos pont volt a Székelyek nagy menetelés, amikor első alkalommal ők is odaálltak, és azt mondták, hogy igenis el kell menni, ki kell menni az utcára, és nem véletlen annak a megmozdulásnak a mondhatni látványos sikere. Szerintem ehhez kéne visszatérni minél hamarabb, mert utána sajnos megtört ez a folyamat. Jelképes volt 2013-ban a Székelyek nagy menetelése, de mégis valamilyen jelentősége volt, vagy elhanyagolható? Nem. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a székelyföldi
közösségépítő mozgalmak, ezek nem egy lenézhető, szimbolikus dolgok. A nagy menetelés az arról szólt, hogy az emberek fizikailag is kimutatták, hogy hova tartoznak, hogy valamilyen identitást keresnek. Itt egy hihetetlen fontos kötődés hiányról van szó, és ezekkel a szimbólumokkal, identitás markerekkel ragadják meg. Tehát lehet ezekre azt mondani, akár a lármafákra, akár más ilyen székelyföldi megmozdulásokra, hogy hát ezek csak ilyen szimbolikus dolgok, és egy kis elit teremti meg, de hát mégiscsak az emberek kiteszik a székelyzászlót, folklorizálják a székely himnuszt, maguknak érzik ezt ennek az egésznek a szimbolikáját, és büszkék. Ettől előbbre megy a dolog? Itt nem az a lényeg, hogy okos értelmiségek által kitalált tervek előbbre mennek. Ők nem ismerik az autonómia terveket, de ők otthonosabban érzik magukat a hazájukban. És itt a kulcskérdés ennek az otthonosságnak a megteremtése. És ez nem autonómia tervektől függ döntően, hanem attól, hogy akkor Récsen hogy fog működni az iskola, hogy működik a közlekedés ezekben a megyékben, hogyan tudjuk megoldani az embereknek a mindennapi problémáit, hogyan érzik magukat a fiatalokat, hogyan tudják, ugye ma a Romániában én azt gondolom, hogy a modernizációnak az igazi felhajtó ereje az a transznacionális tapasztalat, a vendégmunkával vagy a külföldön tapasztalt dolgoknak a romániai adaptálása. Hogyan segítik ezek a helyi közösségek az adaptációkat? És hát ez én azt gondolom, hogy mindennek ez a kulcskérdése, hogy hogyan sikerül ezeket az otthon hazákat megteremteni. Az utóbbi években a magyarság, főleg a Székely Nemzeti Tanács felhívására egyre gyakrabban áll ki a nyilvánosság elé az autonómia törekvésekkel, és egyben jelez a román kormánynak és a nemzetközi közvéleménynek is. Brüsszel belpolitikai ügyként kezeli az autonómia törekvést, ezen felül hangsúlyozza, hogy nyugodt, konfliktusmentes térségre van szükség. Magyarország nemzetközi fórumokon igyekszik az őshonos kisebbségek sorskérdéseiről folytatott párbeszédet szorgalmazni, és szabályozások kidolgozását sürgeti. De hogy a jelenlegi geopolitikai helyzetben milyen lehetőségek vannak, az kérdéses. Képzelt kávéház meghívottai most a Románián belüli magyar autonómia törekvések magyarországi és külföldi fogadtatásáról beszélgetnek. A nemzetközi tér akárcsak a hazai megosztott. Tehát olyant, hogy a teljes nemzetközi közösség a világ országai mögénk álljanak, az nagyon nehezen elképzelhető. Vannak szövetségeseink. Vannak szövetségeseink szerte Európában. És ezeket a bízunk ezekben a szövetségekben, bízunk hogy abban, hogy fel tudják erősíteni a mi törekvéseinket európai szinten is, önmagában, hogy a polgári kezdeményezésünkkel ez az Európai Unióhoz is eljutott, és előadhattuk azokat a kifogásokat, amit a jelenlegi rendszerrel szemben fogalmaztunk meg az Európai Unió Bizottságának, a jogi albizottságának. Tehát konkrétan arra gondolok, hogy amióta Románia tagja lett az Európai Uniónak, azóta, és amit létezik a kohéziós politika, azóta Székelyföld helyzete romlott. Mi ezt, amikor ezeket a statisztikai adatokat elmondtuk a régiók bizottságában, az első benyomás az volt, hogy nagyon-nagyon sok embert, jó szándékú politikust, szerepvállalót megdöbbentettek a számadatok. Tehát az, hogy hogyan alakult például Kovászna megyében az egyfőre eső nemzeti össztermék 2007 óta, amióta Románia tagja lett az Európai Uniónak. Megdöbbentek. Tehát először is akkor találkoztak olyan következményekkel, amire nekünk úgy érzem, hogy kötelességünk a figyelmet felhívni. És hogyha
találunk olyan embereket, akik elgondolkoznak, akkor azok a továbbiakban potenciális partnerek annak a kidolgozásában, hogy mit lehet ebben a kérdésben tenni. Tehát szeretnénk áprilisban az Intergroup képviselőivel az Európai Unióba találkozni, és mindezt a helyzetet előttük is feltárni. És nem kérni tőlük mást, csak annyit, hogy a kérdés, amit felvetettünk, azt vizsgálják ki. Nézzék meg, hogy mindaz, amit mi mondtunk, az hogyan viszonyul a valósághoz, nem csak Székelyföldön, hanem szerte Európában, mindazokon a kulturális szigeteken, amelyek Székelyföldhöz hasonlóak. Van-e egy magyarországi irányítottsága ennek az autonómia témának? Van-e egy forszírozása Magyarország részéről? Fidesz vezetésében a politikai realitásokkal azért tisztában levő emberek ülnek, és geopolitikailag látják ezt a térséget, és az a amerikai túlsúly, ami a térség geopolitikájában meghatározóvá válik, és Románia esetében még inkább meghatározó, azt gondolom, abban ez a dolog igazából nem fér bele. Tehát én azt gondolom, hogy a 2000-es évekig ez még csak úgy működgetett ez a dolog, de ma már az amerikai igazából is egy biztos, stabil Romániában gondolkodnak itt a térségben, amelynek a politikai elitjének a átrétegződése most van folyamatban. Tehát ez egy politikai átrétegződés, ami itten folyamatban van, és azt gondolom, hogy ezek sokkal nagyobb ügyek, mint sem, hogy a magyar autonómia beleférjen. A másik probléma pedig, hogy lényegében a román politikum a nemzetközi szintéren a romániai magyar elitet, mint Orbán hű szövetségeseit állítja be. Most nem érdemes azt taglalni, hogy ez mennyiben igaz vagy nem igaz, de hát lényegében, ha ezek a kérdések fölmerülnek, akkor egyből hozzácsatolják Magyarországnak azt a negatív konnotációját, ami ma a nemzetközi életben lényegében Magyarországhoz és az Orbán kormány politikai tevékenységéhez tapad ebben az euróatlanti világban. Tehát én geopolitikailag nem nagyon látom itt a lehetőséget. A dél-tiroli példát véve alapul azt mondom, hogy pont olyan fontos Magyarország szerepe a székely autonómia kivívásában, mint Ausztriáé volt a dél-tiroli autonómia kivívásában. Azt hiszem, a nemzetközi politika az elsősorban a nyugalmat és a békességet szereti és támogatja. Most ilyen téren pedig akkor számíthatunk bármiféle külső segítségre, hogyha első körben le tudjuk bontani a Románia modellállam mitoszt. És ilyen téren éppen ezért úgy gondolom, hogy rengeteg tennivalónk van. Egyrészt ez magunknak is jó, tehát a jogvédelem, jogérvényesítés szempontjából fontos az, hogy fellépjünk minden jogsértéssel szemben, ugyanakkor ezt kommunikáljuk is kellőképpen, tehát mutassuk meg a világnak azt, hogy Románia távolról sem jogállam, és ezáltal valamilyen módon lehet, úgy gondolom, lehet mobilizálni a nemzetközi közvéleményt, a politikumot, hogy legyen érdekelt abban, hogy ne beavatkozzon, mert ezt senki sem várja, jellemen moderátorként lépjen fel, ez már sokat segítene. Ha el akarunk eredményt érni, akkor a minimum az, hogy mindent, ami tőlünk telhető, és ami ebben a témában elérhető, azt megpróbáljuk megtenni. Tehát tapasztalatból tudom azt, hogy létezik az ENSZ-tagi kisebbségi konferenciája minden ősszel. Pusztatni, hogy az ember ott van, arra minimum jó, hogy ott ismertségeket köt, megtanul találkozni emberekkel, lobbizni tud. Ugyanakkor azt is lehet tudom mondani, hogy a frissen kinevezett kisebbségi jelentéstevő, aki egy kanadai ember, az igenis érzékeny. Tehát lehet vele kommunikálni, és mozdítható ebbe az irányba, hogy minimum figyelje azt, hogy mi történik Romániában.
Hasonlóképpen most nevezte ki új kisebbségi főbiztost az Ebesznél is. Akinek van erre energiája, kapacitása, és bár pedig a pártoknak az elnyi csak kell kerüljön, szerintem minimális elvárás az, hogy folyamatosan ott legyenek mindenhol, és folyamatosan tájékoztassanak. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy esetleg milyen partnerekre lehetne számítani ebben az autonómia mozgalomban. És hát gondolok itt elsősorban az anyaország szerepére. És hát ugye benne van sajnos a pakliban az, hogy ugye a román sajtó előszeretettel kapcsolja össze például azt, hogy áprilisban választások Magyarországon, Székelyföldön egyre több a kettős állampolgár. Szerintetek összeegyeztethető ez a két dolog, hogy autonómiát kérni, követelni olyan körülmények között, hogy most már mind a három erdélyi magyar párt igen nagy lendülettel a magyarországi választásokon való részvételre buzdít, sőt, egy adott párt mellett foglal állást. Szerintetek a két dolog kompatibilis? Szerintem nincs ellentmondás ebben, hiszen az autonómia a jogviszonyunkat a román állammal kellene rögzítse, az állampolgárság pedig a magyar államban. És a kettő egyáltalán nem mond egymásnak ellent, legfeljebb ezen vitatkozni lehet. De ami a szövetségesek kérdését illeti, én három síkon fogalmaznám ezt meg. Egyrészt a nemzetpolitikai szövetségeseket kell keresnünk, ez elsődlegesen a magyar állam és a magyar diplomácia. Persze erről lehet vitatkozni, hogy ez elég vagy nem elég. Szerintem az állampolgárság nem az autonómia felé visz, annál sokkal többet kell tegyen a magyar állam, hogy az alkotmányos kötelezettségét kitöltse tartalommal. A második szintje a román állammal, illetve a román pártokkal való viszony, és itt valóban látok szövetségeseket, csak sajnos politikailag még nincsenek elég artikulálva, ez a román transzionalista mozgalom. És hadd szögezzük itt le, hogy a román transzionalista mozgalom nem a vegyes pártból áll, hanem román transzionalista párt kell, vagy pártok kellenek, akik a magyar transzionista pártokkal, és ezek közül az Erdélyi Magyar Néppárt, azt hiszem, hogy az ászlós hajó, nagyon jó viszonyt tudnak kialakítani, de nem egy szervezeti egységben, hanem esetleg közösen lépni fel, például az erdélyi autonómia, vagy akár az erdélyi keretén belül a különböző regionális autonómiák érdekében. A harmadrészt pedig a nemzetközi kapcsolatrendszerét kellene mindegyik párt itt bekapcsolja. Én itt az Erdélyi Magyar Néppártnak a törekvéséről tudok beszélni, az Erdélyi Szabad Szövetség tagjaként a 46 autonomista és regionalista pártot tömörítő pártszövetségnek vagyunk a tagjai. Ezeknek az erejét tudjuk bekapcsolni a nemzetközi vérkeringésben. Vitára ingerlően fogalmazott Toró Tibor, de inkább kiegészíteném az általa mondottakat. Én azt gondolom, hogy az autonómia nemzetközi környezete rosszabb, mint ezelőtt 10 vagy 15 évvel. Mindig azt mondtuk, hogy az autonómia a stabilitást hoz, ugyanakkor azt látjuk, ugye Baszkföld, Katalónia, akár Dél-Tirol, vagy a nagy-britanniai történések kapcsán, hogy ott, ahol valamilyen forma autonómia van a nemzeti közösségeknek, ott azért előbb-utóbb megpróbálnak tovább lépni. Tehát nem stabilitást hozott az autonómia, hanem instabilitást. Ugyanakkor az elmúlt évek migrációs változásai kapcsán nagyon súlyos állításokat fogalmaztak meg Európa legfontosabb országaiban a párhuzamos társadalmakra vonatkozóan, ugye mind a német, mind a francia államfő hát nem látja a saját közössége szempontjából elfogadhatónak egy párhuzamos társadalom létét. Ugyanakkor a mi törekvéseink az elmúlt 100 évben azok egy párhuzamos társadalom kiépítéséről szólnak. Nagyon nehéz ezekkel a kérdésekkel most partnerekre találni Európában, vagy akár a világban, de kétségtelen, hogy egy nagyon aktív külpolitika nélkül nem lehet előre vinni az autonómia kérdését. Ebben az igen kedvezőtlen kontextusban akkor mi a megoldás? Fel kellene talán adni a párhuzamos társadalom ideálját? Vagy módosítani kell esetleg?
szó sem lehet erről. Tehát a párhuzamos társadalom, ez talán a legfontosabb célkitűzés. Az én értelmezésem szerint ebben nem csak az autonómia szerepel, hiszen az egy jogelv, hanem ebben szerepel tulajdonképpen a társadalom szervezés szintje is, ami a párhuzamos társadalmat illeti. Kétségtelen fontos a nemzetközi dimenzió, de azt látjuk, hogy azért egy nemzetközi nyomás Románia irányába, annak érdekében, hogy autonómiát adjon a Székelyföldnek, vagy a kulturálisat az erdélyi magyaroknak, én szerintem ilyen nyomás nem lesz. Talán még elvárás sem. Tehát az autonómia, azt kell mondanom, hogy a belpolitikai széljárás függvénye, lesz-e valamikor olyan mértékben szüksége a román pártoknak a magyar parlamenti képviselők szavazataira, hogy azért cserében az autonómia valamilyen formáját, az autonómia kezdő lépését megadják. Én nem használnám ezt a párhuzamos társadalom fogalmat ebben a kérdésben, mert hogy nem is fedi a valóságot. A párhuzamosok a végterembe találkoznak, a román és a magyar társadalom pedig nap mint nap és számos pontban érintkezik. Tehát igazából azt kell elfogadtatni a párhuzamos társadalom helyett, hogy mi közösségként akarunk integrálódni a román társadalomba. És ez szerintem sokkal közelebb van a valósághoz, és politikai sokkal könnyebben eladható. Ami a nemzetközi kontextust illeti, itt Istvánnal egyetértek, valóban nem kedvező, de ez hullámzik. Most éppen van napirenden egy katalán kérdés, amely más megvilágításba helyezte az autonómia kérdését, de attól még számos jól működő európai autonómia létezik, amely tényleg stabilitást ad. Tehát én azt hiszem, hogy ezen a nyomvonalon tovább lehet haladni, és még egyszer mondom, az Európai Szabad Szövetségben 46 regionalista párt van, ezek regionálisan, vagy pedig éppen kormányon is vannak, tehát nem igaz az, hogy nincs Európában erre precedens, és egyáltalán ez a mozgalom nem létezik. Az más kérdés, hogy a mainstream pártok valóban nem tartják prioritásnak az autonómiát, de attól még szerintem nekünk kitartóaknak kell lennünk ebben a kérdésben.